Hello gyerekik, újra elérkezett a pillanat, ahhoz, hogy kinyissunk egy darab Inferno Towert. Ja nem, ahhoz, hogy a muskitásokban a kis, legkisebb karakteremen kinyissuk a ládikót. Tap-taradám, tap-taradám! 1890 Gaud. 15 Furnace, ez nagyon jó. Jól indul. Dark Goblin. Nem rossz, de nem jó. Na, dokument, de azért nem rossz. Hát kérik a klámból. És komolyan. Na jó, Rage. Nem használom, de... valami. Amik vannak itt... Kis... Ja, nem is tudom, milyen decket használok most. Furnace-ből már nem kell sok kírni gyorsan. Furnace-t. Gyorsan átlépek. Na mindegy, nézzük meg ezt. Gyorsan. Még gyorsabban. Gó, megy egyet a videó? Megy hát. Én nem tudom, mi van a nettel, de olyan lassú. Valaki adott egy furnace-t. Tudnék írni amúgy, vagy ütni, vagy vágni. De miért ilyen hangos? Lehetett volna benne, szerintem lega. Itt is kinyitunk. Goblin. Hát ott 5 darabot. Aztán... nyissuk a ládikót. 1890 gold. Megint nem használt millió. Na, a night az tűrhető. Tesla nagyon jó, 135. Giant nem jó, de jó. Execution 7, nem el rossz ez, végül is jó. Ahhoz képest legalábbis lehetett volna, nem olyan rossz. Tehát szar. Na, szóval rip családbarát tartalom. Gyerekek, ne nyissatok több fiókot amúgy. Az utcsót is kinyitom akkor itt gyorsan még. Nem belefér egy 4 perc. Ha Anett is úgy akarja. Gyerünk. Már nem kell túl sok a holnaphoz, illetve az, hogy belépjünk. Ebbe, és kinyissuk az utolsó. Clan War chestet. Ez egy free chest. Ez gyorsan túlad. Tudjuk, ez egy silver. Gyorsan nyissuk ki. Silver zob. Hú, de sok gold. Ez egy edres jöttök. Skeleton barán nem jó. Ez sem. Ez sem. Betz. Szaros betz. Dark Goblin 1 millió. És ez sem jó. Na jó, ennyit volna, majd megzenésítjük és találkozunk a következő videóban, vagy a live-ban, viszont halásra. Hali. És itt lenne zárásként egy replay fogadjatok szeretettel. Hello.